Köszöntöm Önöket! Május az édesanyák hónapja, és itt a Másképpen mi is az édesanyákkal foglalkozunk, és természetesen az ő lányaikkal. Mai adásunk vendége Kosztolányi Edit és Ligetvári Doró lesz. Tartsanak velünk! A májusi hónap az ugye az édesanyákról szól, és itt a televízióban nálunk is egy picit így az édesanyák és az édesanyákkal való viszony köré tematizáljuk ezeket a beszélgetéseket. És azért vagytok ti is itt, hogy egy picit ezt az anya-lánya viszonyt boncolgassuk, hogy így látszólag, ha megnézlek téged, Edit, én így azt gondolnám, hogy köztetek inkább egy ilyen barátnői viszony alakul ki, mint egy ilyen szigorú anya-lánya kapcsolat. Ez így igaz. Én is azt gondolom, hogy soha nem voltam egy szigorú szülő. Doróval nem csak barátságban, hanem lelki társaságban is vagyunk, úgyhogy ez nekem egy nagy megtiszteltetés is egyben, hogy itt ülhetek ebben a témában, és erről beszélgethetünk. És hát majd gondolom, hogy sok mindenről szó esik, de nagyon sok mindent csinálunk együtt, nem hagyományos értelemben, mint anya-lánya, hanem sokkal inkább úgy, mint barátnők, lelkitársak. Szóval én érdekes, hogy neked két lányod van. Igen. És hogyha itt titeket nézlek, akkor ez nagyon más személyiségek vagytok. És nekem, amikor a lányok gyerekek voltak, úgy tűnt, mintha a Csenge, így hasonlatosságban sokkal jobban hasonlítana rád, és hogy a Doró meg inkább az apukájára. Igen, ez valóban nagyon érdekes, hogy amikor kicsi volt a Csengét, nem tudtam magam körül elhesegetni, mindig ott volt a sarkamban és a nyomomban. Ez megváltozott, egyébként gondolatban nagyon-nagyon sokat vagyunk együtt, de a hétköznapokban sokkal lazább vele a kontaktusom, mint a Doróval. A Doróval napi szinten vagyunk együtt, Csengével meg főként akkor, amikor ő szeretné, de ez a szerep változott. És ennek a napi szintű találkozásnak ennek mi az oka? Tehát, hogy fizikailag is együtt laktok, Doró? Nem lakunk együtt. Mindennek megvan a határa most már. Igen, igen. De valóban annyi közös programunk is van, hogy abszolút napi szinten kontaktálunk. Ugye azért egy, hát hogy mondjam, ilyen gyerek státuszban, meg is az édesanyámnál én is gyerek státuszban vagyok, hogy vannak olyanok, akik például ezt a szülőkkel való programokat, ezeket így kifejezetten egy bizonyos kor után így igyekeznek ilyen minimálra csökkenteni. Lálad, miért alakult úgy, hogy ez ilyen fontos marad? Igen, ez érdekes, hogy szerintem annyira hasonló az érdeklődési körünk, akár művészetekkel, vagy zenével, vagy akár kirándulással kapcsolatosan, hogy ez így kialakult, hogy együtt még mindig megéljük ezeket a programokat. Azon túl, hogy ugye nyilván barátokkal is töltök el időt, de hogy minden mellett ez így megmaradt, hogy családi szinten is elmegyünk kirándulni, vagy akár egy kiállításra. Azt mondtad, hogy közös ízlés, hogy van olyan, mondjuk azért is egy kreatív területen dolgozol, hogy mondjuk édesanyától kérsz tanácsot, vagy valami inspirációt. Igen, vannak például egyes ilyen tervezési szakaszok, amikor például akár egy ilyen munkaközi látványtervet is megmutatok neki, hogy mi a véleménye, vagy hogy laikus szemmel nézzen rá, hogy mit, hogy csinálna másképp, de ez így szerintem abszolút működik. Igen, igen. Meg a közös programokról annyi, hogy tényleg ez egy nagyon jó érzés, hogy mi együtt tudunk sportolni, együtt biciklizünk, együtt futunk, nyáron együtt úszunk, és ez olyan jó érzés nekem, hogy ebben a korosztályban ez már azért ritka, hogy a hétköznapi dolgok, a hétköznapi értékrendek így ilyen azonosak legyenek, vagy a közös vásárlásaink. Hát meg ugye visszafelé is, hogy ebben a korban azért a közös sportolás élménye az páratlan. Igen, hogy azért rugalmasnak kell lenni egy édesanyjának is a másik oldalról. Ugyanakkor az is egy érdekes kérdés, hogy hol van ennek a dolognak a határa, mert ugye az ember gyerekként, vagy fiatal felnőttként azért mégis az édesanyjától valami fajta anyai viszonyt is elvár, tehát hogy a barátnőség, az meddig barátnőség, és hol van azért az, hogy végül is, amikor az, nem tudom, kidob egy pasi, akkor nyilván az anyámat hívom föl, hogy most akkor merre előre. Hát részben igen, részben azt gondolom, hogy azért
megvannak azok az egészséges határaink, amit az ember a barátaival vagy a barátnőjével beszél meg. Mi a Doróval nagyon közel vagyunk egymással lelkileg, de ugyanakkor megvannak azok az intimitások, amire én nem tartok igényt, vagy amire ő nem tart igényt. És ennek az egyensúlya, ez ad egyfajta távolságot, de ugyanakkor ez adja meg annak is az alapját, hogy ez a mindennapokban élhető legyen, és ne teher. De azért ehhez kell egy kölcsönös intelligencia, nem? Hogy van. Ezt a határt megtaláljátok. Igen. És egy nagy fokú érzékenység, ami nyilván az én személyiségemből is adódik, hogy nem tolakszom egyik gyereknél sem, és próbálom a helyemet ott tartani, ahol kell. Fontos nekem egyébként a Dorónak a jelenléte az utazásainknál, tehát ott a Doró egy stabil, biztos pont az életemben. És szoktatok együtt utazni? Igen, hála jó Istennek. De kifejezetten kettesben, vagy többesben? Többesben, és messzebb, és akkor ez nekem úgy jó, hogyha a Doró is ott van. Hogyha egy picit így visszamegyünk az időbe, így egy gyerekkor tájékára, én amikor így kamaszként jártam nálatok, én azt láttam, hogy a ti otthonotokban így mindig nagyon fontosak voltak a tárgyak és a szép tárgyak, vagy legalábbis nekem az volt a benyomásom, hogy nem minden tárgynak van a lakásban funkciója, és nagyon sok minden azért van, mert szép. És ezt úgy gondolom, hogy az, amilyen pályát te választottál, abban ennek azért nagy szerepe volt, hogy ez az esztétika, ez annyira. Igen, abszolút. Én is sokat szoktam gondolkodni, hogy milyen gazdag volt a mi gyerekkorunk, abszolút a tárgykultúra, ami körülvett minket, és a programok, a kézműveskedések, hogy érdekes, hogy mind-mind valahogy így ebbe az irányba terelt engem, hogy építész legyek, holott ugye volt egy időszak, amikor bármi más szerettem volna, de építész nem. Szóval igen, tehát hogy ez abszolút így van, hogy ez egy olyan alapot adott, azt gondolom esztétikailag, mind nekem, mind a Csengének, hogy ezzel vitathatatlanul fontos volt. Igen, Csengére gondoltam most én is, hogy mennyire fontos volt az a millió, amiben ő belenőtt ott, hogy ez később a pályaválasztásában is, a tudatalatti pályaválasztásában, mert az onnan induló Csenge az nem ugyanaz, mint akivé mostanra vált, és szerintem ennek a vizuális kultúrának, ami otthon a mindennapok része volt, tehát gyakorlatilag, ha vendégek jöttek, akkor azt gondolták, hogy vagy egy skanzenbe, vagy egy kiállításra érkeztek. Ez a gyerekeknek a mindennapjait meghatározta olyan szinten, hogy a későbbiekben is, hát a munkájukban azt hiszem, hogy ez nagyon szépen kiteljesedik. És te például honnan hozod ezt a tárgyak szeretetét? Az előző életemből biztosan, mert nekem, amikor egészen az első emlékeimre visszaemlékszem, akkor is az volt, hogy egy vidéki kis parasztháznak a végén volt egy kis asztalkám, és én jártam az úton, ilyen 3-5 éves kisgyerekként, éppen elindulva az életre, de koraiak a gyerekkori emlékeim, és gyűjtöttem össze az úton az ilyen rossz konzerves dobozokat, akkor a fogkrémes pasztás dobozokat, gyógyszeres kis üvegeket, és akkor ezeket rendezgettem. És nekem ez volt a játékom, hogy ezt naponta 25-ször átrendeztem, pakolgattam, tehát hogy valóban honnan hoztam, nem tudom, de nagyon-nagyon régről emlékszem a tárgyak iránti vonzalmamra és az arányérzékek harmóniájára. És hogyha te gyerekkorodra visszaemlékszel, tehát arra, hogy mondjuk te mit láttál otthon, vagy mit kaptál az édesanyjától, vagy mi az az ideál neked, ami szerinted egy nőnek a feladata egy családban? Igen, mindent megkaptam az édesanyjámtól egyébként, ami az én anyaságomhoz vagy nőiségemhez hozzájárul, tehát az édesanyámmal való kapcsolatom a mai napig is szoros, és én gyerekként az édesanyámat egy rendkívül csinos, vonzó nőnek láttam, és egy olyan millió vett körül gyerekkoromban, és a rendben, a tisztaságban, az étkezésekben, ami én azt gondolom, hogy a maga idejében az egy különleges adott, nem adottság volt, hanem egy különleges
lehetőség volt, amiből én később táplálkozni tudtam, nem volt az akkor annyira átlagos, ahogy én éltem. Na ez például egy érdekes szempont, amit mondtál, hogy azt mondtad, hogy szépnek láttad mindig, hogy egy szép nőt láttál, igen. És hogy ha az ember édesanyja lesz, akkor tulajdonképpen annyira hirtelen jön ez az élmény, hogy egyszerűen nagyon sokan így megfeledkeznek magukról, mint nőről. Aha. És hogy azért ez egy iszonyatosan nehéz feladat egy család mellett, és tényleg feladat, hogy igen. Az ember meg tudjon maradni nőnek egy ilyen helyzetben. Sosem volt kérdés. Tehát számomra az anyaság, a feleség szerep és a női szerep a mai napig az a szerep, amiért napi szinten meg kell küzdeni. Tehát nincs az, hogy ezt fel kell adni, vagy fel lehet adni. Ez egy szerepvállalás, egy belső értékrend, egy belső tartás. Előfordul az, hogy mondjuk kritikával éltek egymás felé? Tehát, hogy szoktál mondjuk olyasmit mondani anyukádnak, hogy ez így nem jó? Talán kritikusan. Nem tudom, most így értelem. Töntjük be, igen. Kritikusan nem. Igen, lehet, hogy kicsit kritikus, de mindig odafigyelve, hogy ne legyen bántó. Igen. Én azt gondolom, hogy ezt kellő érzékenységgel a véleményemet azt el szoktam mondani. Nem sokszor szokott előfordulni. Neked sose volt ilyen lázadó kamaszkorod, amikor úgy érezted, hogy így nem szeretnél a szüleidről nagyon tudomást venni? Nem. Nem. Akkor még hátra van. Nehéz, lehetséges, igen. Én talán ezt a kamaszkort olyan nyugodtan éltem meg. Én azt gondolom, hogy a két gyermekben az embernek az apai és az anyai lélek az egyben van, az egybefonódik, és hol az egyik van jobban előtérben, hol a másik. És hát ugye mi szülők ezzel nézünk szemben nap mint nap, hogy a gyerekünkben magunkat is látjuk, és hát az apát, anyát is látjuk, és ebből vannak a konfliktusok is, meg ebből vannak a boldog pillanatok is. És soha, tehát hogy mindig is egy ilyen vidéki gyerekkort álmodtál a gyerekeidnek? Nem, hát nem most élnek itt vidéken, később majd a nagyvilágban fognak. De önző vagyok, és most jó nekem az, hogy itt vannak mind a ketten. Ugye én is visszajöttem a budapesti életemből, Dabasra én is visszavágytam ide. Nagyon szeretném, hogyha mind a két gyermekem körbenézne a világba. De most hálás vagyok azért, hogy itt vannak, és most így gyűjtenek erőt majd valami fontosra. És hogy fog menni ez az elengedés? Nem probléma az elengedés, tehát nehogy azt gondolt, hogy bármiben akár Doró vagy Csenge korlátozva van. Kicsi gyerekkoruk óta azt csináltak, amit akartak, jól gondolom? Igen. Tehát soha overprotect vagyok, tehát túlaggódó, de nem az ő terhükre. Hát a saját magam terhére igen, szóval az biztos. De soha nincs az, hogyha meg nem is volt, hogyha valamit ők szeretnének csinálni, akkor én annak gátjába lennék, vagy akár csak kritizálnám, vagy tehát ez egy nagyon laza szál a gyereknevelésben nálunk. És azért az érdekes, hogy Dabas, és az, hogy itthon maradt, hogy itt végezted a középiskolát, hogy azért a munkáidban is itt-ott ezek a dolgok látszanak, és itt most kifejezetten erre a, hát most nem tudom, lehet, hogy rosszul mondom, de hogy tyúk orra gondolok, amivel elég komoly sikereket értettek el. Igen. Az egy nagyon mókás történet, mert majdhogy nem így viccből indultunk a pályázaton az unokatesommal és a Csengével. Ez egy formatervezési pályázat volt, és az urbános környezetre reflektálva kellett nekünk egy ilyen kis tyúkolat tervezni, amit akár így a panelház teraszán is el lehet helyezni. És igen, tehát hogy nyilván ott egyfajta vidéki kultúrát kellett más formátumba behelyezni a városba, és igen, az egy nagyon emlékezetes pályázat volt. És említetted azt, hogy azért ti így családilag is dolgoztok együtt, vagy van ilyen fajta összefonódás. Az milyen érzés, hogyha az ember ugye a családtagjaival készít el valami projektet, vagy együtt értek el sikereket? Nem feszültségtől mentes. Tényleg? Abszolút. Viszont szerintem a legőszintébb tervezési folyamatot lehet így végigjárni, mert nincs olyan fajta piromkodás, hogy most
hogy őszintén meg tudjuk mondani, hogy mi tetszik, mi nem tetszik, és ez egy nagyon fontos, hogy haladjon az egyes projekt, és hát ugye, mint Csengével, mint az unokatesómmal, Encsivel, vagy akár apával, ezt szerintem intenzíven megéljük, és ettől hatásos és hatékony. És mindenki bírja ezt az őszinteséget, vagy van egy ilyen szabály, hogyha nem tudom, háromból ketten azt mondják, hogy ez jó, de egy azt, hogy nem, akkor az tovább mehet? Igen, szerintem mindig sikerül ezáltal a konszenzusra jutni, mivel senkiben nem maradott ott semmi tüske a projekttel. Ez így igaz, szóval érzelmileg nagyon latinos temperamentumúr találtuk. Tényleg egyébként jó nagy ordítás van, és utána nagy béke. Igen, hát pedig... Jaj, de pedig te vagy a legveszélyesebb. Igen. Nagyon, ebben veszélyes, az biztos. És aztán gondolom időnként nálad csapódnak a feszültségek minden irányból. Tehát én nálunk úgy van, hogy amikor megérkezik Doró meg Csenge, és akkor kitör a parasztgyalázat, hát akkor mondom, hogy akkor lehet mindenkinek visszamenni, ahonnan jött. Igen, ez valóban így van, egy nagyon intenzív érzelmi életet. Éltünk is régebben, és most is, és a gyerekeknél ez jó-rosszul így van. De a kérdésedre a válasz nem igen marad tüske, tehát maradéktalanul elmondják egymásnak A-tól Z-ig, amit akarnak. Ilyen szempontból egy őszinte családi kapcsolat van, gondolom. És akkor ezeket hogy oldod? Meg hát gondolom, hogy nem raksz ki egy tányér húslevest, hogy akkor... Nem, hogyha külön-külön gyakran beszélgetünk négy szem közt, akkor ezért próbálom úgy alakítani a dolgokat, hogy erről szó essen, és hogy ha majd ők is anyák lesznek, akkor tudják, hogy annál nagyobb fájdalom nincs, amikor két gyerek, két testvér veszekszik. És nekem van egy öcsém, akivel tényleg csodálatos testvéri kapcsolatban éltünk és élünk mind a mai napig, és nekem ez rossz, hogy azt látom, hogy ők sokat veszekednek, vagy sokat vitáznak, de nem összehasonlítható a kapcsolat az övéké és az öcsémé, csak mégis úgy gondolom, hogy anyaként az nagyon-nagyon rossz. Tehát irigylem az édesanyámat azért, ahogy ő azt látja, hogy az öcsémmel én vagyok mind a mai napig, vagy akár gyerekkoromban. A Csengéknél, Doróéknál ez egy kicsit más. Úgyhogy... Az őszintesség, vagy a problémák kibeszélése az mennyire fontos szerintetek? Hát fontos mindenképpen, és azt gondolom, hogy nagyon őszintén beszélünk dolgokról. Igen, én is így gondolom. És nagyon tapintatosan. Ez egy még fontosabb kérdés, azt hiszem, hogy az őszinteség és a tapintat az mennyire kell, hogy együtt vagy karöltve járjanak. Ezt hogy érted, hogy mennyire lépsz bele a másik intim szférájába? Igen, így van. Tehát valamikor, amikor egy másik családmodellben voltunk, ugye ezek nem voltak kérdések. Az új családmodellünkben nyilván, hogy óvatosabbnak kell, hogy legyünk, tapintatosabbnak kell, hogy legyünk. Én legalábbis az elmúlt jó néhány évben ezt tanultam meg, hogy van az embernek egy temperamentuma, de azért az nem baj, hogyha ezt időnként kordába is tudja tartani. Azt mondtad, hogy új családmodell, és szerintem azért fontos, hogy erről a dologról is beszéljünk, mert nagyon sok szó esik arról, hogy család, és a család az azért nagyon sokféle lehet, és nagyon sokféleképp alakulhat, és azt gondolom, hogy egy gyerek élete egy ilyen családban is lehet ettől még nagyon teljes és nagyon érzelmileg dús. Ti erről ezt hogy látjátok? Vagy nyilván egy olyan helyzetet, amikor a két szülő nem együtt él már, azt valahogyan intelligensen kezelni kell. Doró? Igen. Ez nem egyszerű, de idővel egyre könnyebb, és talán így... emiatt a helyzet miatt is alakultak ki ezek a határok, ezek az egészséges határok, és igen, ez nem egyszerű. Igen, én azt gondolom, hogy az idő előre haladtával ez szépen oldódik. Igen. Tehát nagyon nehéz volt ez, nehéz időszakot éltünk hát mindannyian, de én úgy gondolom, hogy pontosan ez az intelligencia, amit mondtál, ez minden oldalról jelen van, és
Meg talán egy ilyen helyzetben az ember így rá van kényszerítve arra, hogy ezeket a kapcsolatait sokkal tudatosabban kezdje el kezelni, mint amikor minden ott van előtte és adott. Én mindenképpen így gondolom. Tehát ebbe az irányba egy abszolút jó fajta fejlődés van. Sőt, már nem is fejlődés, szerintem kialakult viszonyok vannak most már. Én is azt gondolom. És hogyha mondjuk így a jövőről beszélgetünk, és arról, hogy mondjuk, ha neked családod lesz, akkor mik azok a dolgok, amiket te az édesanyától tanultál, és amit te magaddal vinnél? Hát én azt gondolom, hogy az otthonteremtés. Tehát, hogy legyen szó bárhol, így biztos vagyok benne, hogy az úgy menni fog, mert olyan alapokat kaptam, és láttam, és olyan helyeken nőhettem föl, ami számomban egy olyan megkérdőjelezhetetlen önbizalmat ad ezzel kapcsolatosan, hogy ez jó érzéssel tölt el, hogy ettől nem aggódom. Hogy te képes vagy egy olyan otthon teremteni a családodnak, amiben nekik jó lenni. Igen, ahol mindenki ki tud teljesedni a maga valójában. Hát Edit, azért azt gondolom, hogy ha valakinek a felnőtt lánya ezt mondja, akkor ott végül is jó munkát végzett. Hát nagyon-nagyon remélem, hogy így van. Valóban, tehát nekem az otthon teremtés, és abban azok a szereplők, akik számomra a legfontosabbak, hogy úgy érezzék, hogy hazaértek, ez egy életcél, egy életfeladat. Úgy legyen, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.